Sziasztok! Ugye a mai nap is lehet folytatni Farával a feladatot, sőt, ha egy kicsit szemfülesek vagytok és megnézitek felül a csíkot, akkor láthatjátok, hogy megpróbáltam egy picit utolérni magam, mármint hogy mivel csak másnap kezdtem el a feladatot, ezért úgymond egy picit utol akartam érni magam, és ugye ezt úgy tettem meg, hogy amit... Nagyon csodálatosan az első videóban nem néztem meg, és nem mondtam el normálisan. Ugye, hogy mondtam, hogy itt lehet becserélni azokat az alapanyagokat, amiből több van nekünk, és mint kiderült, ezek konkrétan hírnevet adnak úgymond itt, tehát, hogy ide adják a pontot, és nem pénzt, vagy ilyesmit adnak. Úgyhogy... itt egy kicsit megpróbáltam magam utolérni, és most így már talán időben leszek, vagyis nem tudom, mert egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy őszinte legyek, de majd arra szeretnélek kérni titeket, hogy a videó végén nézzük meg az állást, és akkor majd írjátok már meg kommentbe, hogy akik első naptól csinálták a feladatokat úgy, hogy nem cseréltek itt be semennyi alapanyagot, azok itt, ugyanitt tartanak-e, mint én? Na, szóval ezt akarom megtudni, mert egy kicsit a számolásban elvesztettem a fonalat, mert tegnap is adtam le, meg ma is, és elfelejtettem, hogy pontosan mennyit adtam le, na mindegy. Na, de nézzük, hogy akkor mivel is folytatódik ez a feladatsor. Hát, köszönöm. Ó. Jó. Jó, hát ugye ma már megcsináltam a megrendeléseket. Meg hát gondolom amúgy se változna meg most ettől. Miért az előbb még ott állt? Na, már segíthet, segít, na, már kereshetünk bagyot is. Az előbb még itt volt, vagy legalábbis úgy rémlik. Na mindegy. Jó, akkor keressük, hát a térkép szerint nincs nagyon messze, valahol itt. Ó, jaj! Jajaj! Na, most miért nem tudok rányomni? Hát nem tudok rányomni, na! Csak fészket rögtál! Hát oké! Aha, értem, tehát... Mindegy. Inkább hagyjuk. Ó! Azt a de szépen megcsinálták a szárnyát amúgy. Hát ez gyönyörű. Mármint... Gyerekek, az SSO-hoz képest, meg pláne azt mondom, hogy iszonyat szépen megcsinálták a tollazatát a szárnyán. Ez most meglepett engem eléggé. Egy tojás. Hát nem izgalmas, dehogy nem. Ez már a második rész. Jó, akkor valószínűleg innentől lenne a harmadik szint, ugye? Na, hogy mondjam? Tehát, hogy most itt nem mutatja. Na mindegy, szóval, hogy a harmadik szint gondolom, mert hogy akkor ez a második rész is ugyanaz a címe. Igen, valószínűleg a szöveg környezetből is. Jó, meg se néztük az előzőt se. Nem baj. Súpsz, eltűnt. Okay.
Ki ez itt fúj? Te szép lova van, lopjuk el. Wow, micsoda. Összeöltözött a hajával, vagy hogy fogalmazzak. Bár nem értem a koncepciót. Tehát rózsaszín haj, rózsás felső, és akkor kék. Most mi? Meglocsoltad a virágokat? Vagy miért kék az alja? Vagy nem értem. Nem értem a koncepciót. Kérem, magyarázza el, mert nem értem. Tehát nem fordítva kéne lenni, hogy alul vannak a virágok, és fölül a kék ég? Vagy most mi? Hogy van ez? Nézd meg. Hát jó, akkor igazából itt ennyi, úgy látom. Tehát akkor innen fogjuk folytatni. Hát nem túl hosszúak. Aha, harmadik rész. Nem túl hosszúak, hogy mit ne mondjak. És most azt nézem, hogy egyébként az, hogy így beszélgettem vele, az semmi pontot nem is adott. Ja? Azt nem figyeltem eddig. Na mindegy, akkor nézzük meg. Ha te várjunk, ezek is sárgák. De jó. Tehát, rózsaszín anyag. Na most ahhoz nyilván majd akkor kell valami cucli. Zöld anyag. Akkor... lila anyag. Jó, tehát különböző színű anyagok. Itt is rózsaszín. Óha. Hát ez hosszabb lesz, mint gondoltam. Azt hittem, hogy ez ilyen kis rövid kis semmi lesz. És még kötél. Húha. Jó, akkor most össze kell írjam azt, hogy melyikhez mi kell, és be kell szereznem a hozzávalókat. Mert én most azzal, hogy behozzam magam így lemaradásba, azzal gyakorlatilag a mai nap egy csomó növényt összegyűjtöttem, és mindet lecseréltem. Most becseréltem, úgyhogy mondják ezt. Szóval zsír, király, ügyes vagy, Bella. Na, hát, mint látjátok, beesteledett. Konkrétan olyan sok idő telt el a videó utolsó része és most között, hogy majdnem újra beköszöntem, mert már azt hittem, hogy ez egy új videó, de azt rájöttem, hogy nem, ez még ugyanaz a videó. Összegyűjtöttem a hozzávalókat mindegyik cucchoz, remélem, hogy igen, és nem számoltam el magam. Azt hittem, beleőszülök. Úgyhogy remélem, ha ezt most megcsinálom, akkor már nem lesz utána ilyen keresgélős, mert akkor én azt holnap fogom megcsinálni, ez biztos, hogy én nem tudom, megőrülök. Hát már ugye fél tizenegy, na. Nézzük akkor. Ugye ehhez kell három, nem mindegy, azt hiszem fölírtam lényegtelen. Az a lényeg, hogy itt is kell ugye három, tehát hat darab lesz. Közben szívecskék jönnek a lovon fejéből, jó. Nos, zöld anyagból is kell. És azt egyenként kell megcsináljam? Hát imádni fogom. Főleg, hogy ezt kivárni, míg itt szórakozik. Jó. Ez a második. Tök jó lesz, most elszámolom magam, és többet használok el, mint ami kell, és mindegy. Jó. Még egy. Igazából most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy először megnézem az egyiket. Hogy, hát ez pont nem az, hanem akkor a középső. Uh-huh. Jó, akkor nézzünk meg egyet, hogy mi van, ha megcsináljuk. Vagy hát azt hiszem semmi, mert azt is valakinek majd el kell vinni, nem? Vagy nem tudom. Igen, eltűnt. Jó. Nagyon szuperszónikus, és itt van nálam. Na, várj. Ez most az enyém? Jó, hogy ezt így magunknak csináljuk? Hoppá!
Na, ez mondjuk most meglepett. Jó, akkor a következő az a rózsaszín. Ja, még a zöldből is kell három, na mindegy. Menjünk most a kosorba. Számoltam. Nézzük. Gyere, Galátét! Amúgy nekem nagyon furákat írt ma már a játék. Amikor gyűjtögettem a növényeket, akkor is ilyen teljesen más dolgokat írt oda, mint amit találtam, úgyhogy nem oké, köszi. Mindegy. Na, de itt viszont akkor most látom, hogy megjelentek már ezek, és akkor... Most ide miért nem tudok rányomni? Nem tudok oda nyomni, hát nagyon jó. Na mindegy. Viszont nézzük meg, mert itt feloldódott közben megint valami. De megint gyűjtögetni kell, megyek aludni. Tehát gyakorlatilag én ezt így a végtelenségig csinálhatnám, nem? Mert most ezeket megint megkeresem, akkor megint... Jó. Igen, itt most megint vannak új cuccok. Kesztyűk. Oké. És... Itt is nem. Jó, csak ruházat. Oké. Tehát megint azon, hogy ehhez már négy kell, és öt moha, azt a mindent, a komolyan. Ha ez lesz úgymond a idézőjesen a lila, bár azért ez a lila szín, ez kicsit hagy némi kívánnivalót maga után, na nem baj. Jó, én biztos, hogy itt most befejezem. Itt nem jelent meg semmi, igazából erre voltam kíváncsi, tehát attól, hogy ott új receptek, vagy hogy mondjam, leírások jelentek meg, attól még ugyanúgy a holnapi nap lesz az, amikor megjelennek ilyen cuccok. Úgyhogy én itt fejezem be, és akkor innen fogom folytatni. Hát nem gondoltam volna, hogy ez így működik, de jó, oké, akkor így működik. Most már ezt is tudjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót. Legyen lilasztikus napotok, vagy estétek, most fogalm sincs, de szerintem napotok, mert már csak holnap vágom meg ezt a videót. És akkor igyekszem a következő részre is mi hamarabb jönni, lilasztok!